János szeretett volna inni. Ne, nem hoztam semmit. De nem hoztam semmit, <laughs> pedig elmosogattam a poharakat. Jaj, hosszas, hosszas mosogatást hajtottam végre négy poharat fertőtlenítettem. Nagyon jó, szuper, köszönet! Ezúttal a... is. A Hokedli stúdióban vagyunk, aminek házigazdája Adani, és ezért ő van ott. És Gábor van. János. Én a ház, ház vezetőnője vagyok, a házigazdája te vagy, mert te szoktál többet beszélni. Kellene egy ja. ilyen mérő, tudod, hogy, hogy mint a vb n hogy hány százalékban birtokolt a labdát, János hány százalékban beszélget, beszélt 2022-ben, és hány százalékban Dániel. Szerintem 70-30, de én ezt így szokták, meg szoktak jegyezni, hogy, hogy a János beszél, mondom én nekem ez jó de Én akkor egy ezek egy szerint nekik vagy... nem? Nem, azt mondták, csak szóval megalapítják, hogy ez van, de nekem ez jó. Ah. Én arra reagálok, amit mondasz, úgyhogy mondjál valamit. Facelifting mi a neve? Na nem, határoljuk be. Hamarosan karácsony. Igen, és Nyakunkon a karácsony. Úgy. És én több ékszerészet is beszéltem már az elmúlt évek során, akik azt mondják, hogy ők december 24-én szó szerint életet mentenek a nyitvatartásra, és nagyon gyakran egészen sokat. Tehát akkor szoktak pánikoló férfiak berontani, hogy agy valamit, meg, És ez mondjuk legyen egy nyaklánc, egy gyűrű, egy fülbe van, vagy valami, tök mindegy, de hogy ő bajban van, mert nem gondolt rá, nem jutott eszébe időben, hogy lehet a karácsonyt elfelejteni, amúgy, most tényleg? E, férfi, ez nap férfi betegség. Én azt gondolom, hogy férfi betegség az, hogy mi utoljára hagyunk mindent, egy kicsit lustábbak vagyunk, mint a, mint a csajok, és hát akkor meg nem úgy van, ahogy mi képzeljük, hanem mindent lerabolnak előttünk, és akkor azt gondoltuk, hogy megveszik a legjobb cuccot, aztán nincs a polcon, és se, az se, amaz se. És a, akkor jönne, jön az internet és a Google, és beírjuk, hogy ajándékok hölgyeknek. Mm. Azért gondolkodtunk uh, ajándékok hölgyekben problémakörben, mert hogy most még mindenki időben van, mert csak jövő héten van karácsony. Ugye? Már ott tartunk, nem? Jövő héten karácsony. Jövő, jövő szombaton van szenteste, és hogy ne az legyen, hogy hogy pánikszerűen pánik szerűen mindenki az utolsó, minden férfitásunk az utolsó pillanatban próbál meg valamit venni. Összeszedtünk néhány olyan dolgot, amire biztos garantáltan nem gondoltak. Egy, meg hogy, hogy a... szerintem a legjobb ötlet. A leghasznosabb tárgyakról lesz itt szó most. Vannak közte megalázó dolgok is, amikre azt mondja ö, például az internet, hogy ez tökéletes ajándék nőknek, de a magunk részéről helyettük vagyunk felháborodva, igen, de igen, is meg kell igen. Mutatni, igen. És szerintem ezek tök jó ajándékok. Hát most azt, hogy a párod kiakad, az nem a te hibád. Te jó <laughs> szándékkal vásároltad ezt a dolgot. Én hoztam szeretettel. Ennyi. Be is, Én? be kicsi is húzom. Az... be is húzom ide az elsőt, János. Nagyon jó. Az a, az a neve, hogy Miss Lady Facelifting Roller. <laughs> Oké. Okay. Nos, ha valaki tudja, mert már az, azzal kezdjük, hogy azt se tudjuk pontosan, hogy mi ez. Vagyis okay. én legalább nem tudom. Ezeknek a kínálata fog jönni a mai műsorban, csak hogy, csak hogy egészen konkrétak legyünk, és hogy nem elég, hogy Lady még Miss is a szerencsétlen, és természetesen pont úgy néz ki, mint egy... Igen, szerintem, mint egy petefészek. Tényleg most, hogy mondod. Mint egy petefészek. De akkor én így... miért arra asszociáltam? Miért? Hogy, mert fordítva látod lehet a képet. <laughs> ja, <lehet. gül> Ennek most akkor azt jelenti, hogy két verziója van, vagy ez az eleje és a hátulja, amit látunk a képen? Nem, ö, ismerős az eszköz, mert hogy... hogy van neked ilyen so somákban Nincs, mert. de állítólag baromi jó ráncok ellen. Tehát, hogy... Komolyan? Aha, igen, tehát hogy ezzel így szívesen. De ez úgy néz ki, mint egy diszkógömb, amit én itt látok. Itt van egy ilyen gomb, mint az egéren, egy ilyen görgetőnek lát, ve, ve, látnám, és akkor én ezt megnyomom, és ezek a diszkó... Még elkezdenek így forogni, és az arcodat masszírozza. Mert ha face lifting roller, akkor azt úgy képzelem, hogy így uh -huh. roller ez az arcodat, és a. Höl, uh, ilyens, ilyen, lesz, ilyen. Te nem tudom, vagy? fölpuszílt feje lesz a nőnek. <laughs> Figyelj, ez már ilyen elektromos valami kütyű? tehát uh, Nincs itt, itt van, hogy details. A details az annyi csak, hogy skin type, combination, dry, natural, uh, normal oily. Tehát, az a, a Milyen. Arcbőrre lehet használni, how to use, jó, bocsánat, van még egy how to use. Ma Massage face after washing face. Igen, nem köszi. Tehát megmosod az arcod, és akkor utána ezzel masszírozod. Igazából ebből teljesen mechanikussal találkoztam már. Tehát az, hogy a tényleg van egy görgés, hogy te kézi erővel a magad intenzitásával, ahogy tenked az kényelmes, úgy te a görgőkkel ö, játszol, és akkor így a, a, próbálod rávenni a bőrödet, hogy legyen újra rugalmas, ami ugye nem lesz. Nem lesz? Nem lesz. Viszont állítólag ö, nagyon szépen megedzi, pirosposgássá és, és vérbővé teszi az, az arcot, ami is <laughs> a be. És akkor mi, hogyha vérbő egy hölnek az arca? Hát miért ja, nem? Arra lehet akkor arcpakolást tenni, hogy a pirosságot eltüntes. Igen. <gül> <gül> Jaj, de piros lettem, hogy mi lehet egy Előtte a face és mm -hmm. utána azt mondtad, hogy deronda vagyok, úgyhogy venni kell egy alapozót is, drágám, ehhez, hát, hogy ez egy egyensúlyban legyen, és utána az uborka pakolás, gondolom. Lehetséges. Szerintem a sorrendben azért majd variálj. Viszont Mielőtt kipróbálod. Ja, jó, nem tisztem, hiszem, hogy ha van. Alapozó roborkát erre... úgy kell, ami így próbált ki. No, oké. nem. Ezt tudod, a vidéken így szoktuk, igen, hogy ha. megiszol egy pár ezt alapozónak, <laughs> és rá egy savanyú roborkát. Ezt az oroszok szoktak ilyen uborkás, kajá, uborkás ivást csinálni. 6,29 euróért lehet ezt megvásárolni. Az Akkor eredeti 7,87 Tized Ez euró, minden 7 minden euró, 87 cent, ezt így kell mondani pontosan, nem, úr, Minus 20 százalék lenne, hogyha a forint miközben beszélgetünk, nem romlott volna 15 <laughs> Ki tudja, hol áll meg, gurula forint, ki tudja, hol áll meg. Gurula forint. Szeretnél, hogy áttérjünk a következőre? Ezt megbeszéltük. Igen, Kedvet hiszem, kaptál ehhez, hogy a kedvesednek egy ilyet? Ő szerintem vagy van még neki. Vagy még válogatsz és nézelődsz. Szerintem van neki, de az, az hengeres, az nem így néz ki. Basszus, hogy van, van neki. Igen, az én az még henger. ezt is soha nem is láttam. Ja, Jó pofa dolog, de hogy most tehát a hatékonyságot, azt már tőle kellene megkérdezni. Nem tudom. Mm, Igazából, hogy ő szokta, szokta, szokta egyet használni, hogy... csak ott a polc... Nem. De a polcon ott van. Ja? <laughs> Igen, de ez egy kis henger. Soha nem tudhatod, hogy mikor van szükséged egy kis faceliftre. Pontosan. Gondolod, hogy eseknek én is? Szerintem már kicsúsztam a kategóriából, amit a 6,29 eurós rendbe tudna rakni. Ha Jó? teszünk még egy pár nullát, meg egy sebészt, akkor... Látom, meg... te már bekészítetted a saját kedvencedet. Hú, ez bocsánat, bocsánat. Hát ez hogy igen, egy... itt, igen. Van. itt is van. Hát te, te, vagy. Te Sleep vagy. headphones, Bluetooth headband. lesz <coughs> szerencsére, ez, hogyha, hogyha, nem lett volna teljesen egyértelmű a kép alapján, szóval a Bluetooth headbandünk, az bizony egy fejhallgató pánt, vagy fej, fejpánt hallgató. Fejpánt ah, hallgató? Fejpánt nem, mert akkor azt a fejpántot hallgatod, ahogy, ahogy beszél hanem ami benne van. Fejpánt fülhallgató. Hallgató fejpánt. Fejhallgató pánt. Az lesz az. Fejhallgató pánt. Fejhallgató pánt. És akkor mit, érzek? Minek hallgatok zenét, miközben aludni akarok? Állítólag ez egy rohadt jó női ajándék. <laughs> mert hogyha... <laughs> leköti ha... azt az ezer gondolatot, ami amúgy is a fejükben kering. Igen, mert lehet, hogy vannak olyan, vannak olyan dolgok, amik ugye kivakúzzák. Hát az ASMR intézményéről biztosan hallottál. Nem. Az ASMR-ek... az, az, az intézményéről hallottam. Ne szelj, van egy stúdiód, és nem csinálsz ASMR, ja, az videók. ASMR, t Az <laughs> De arra megint a férfiak gerjednek, mert általában az asmr esek azok jó csajok, és ott Többnyire, vele meg akármi gondolom, nem a nők hallgatják a női hangokat, hanem inkább a férfiak. Lehet, hogy nők is, nem tudom, igazából... Ja, hogy a nőknek nem a... De jegyzem meg, hogy én se találkoztam még férfi ASMR videóval, vagy csak arra pont nem kaptam fel a fejem, mert ugye de valahol ez is egy olyan árucik, amit egy jó csaj Szerintem a, a csajoknak áll. nincs szüksége videót hallgatni a férfiak hangjára, mert csak tudják képzelni. Sőt, sokkal jobban el tudják képzelni, mint ami. Vagy pont egy ilyennel, amit most láttok a képernyőn, egy, egy ilyennel próbálnak a csajok elmenekülni az elől, hogy... ah. Mert akár arra is alkalmas lehet, igazából fehér zajt lehet bele tolni például, mert van, aki arra szeret elaludni. aludni, lehet akkor el sem videó hangját is, mert miért ne meditatív zene, Sweatproof. Sweatproof, ami azt jelenti, hogy sportolás közben távol tartja a, 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 az izzadságot a hajattól, tehát azért van vannak itt még különböző csak nem, különböző wireless, természetesen wireless és hát hát nem tudom. a nem... cool gadget. Azt nem tudom, hogy miért itt a homlokán van egy plusz és egy minusz. Ja ott kell hangerőt adni meg, Hon... ott állítod meg, meg se a többi ja ott is van egy vezérlő és akkor Tehát a lényeg az, hogy nyomkodhatod a homlokot, hogy plusz hangerőt, vagy váltsunk, vagy pedig, vagy pedig indítsd el, vagy pauz. Vagy megkéred a kedvesedet, vagy a barátnődet, aki szemben van veled, hogy... Gyere, fejelj le! Vagy így nyom nyomkod nekem, hogy... Nyomkod a homlokom! Nyomkod a homlokom, egy kicsit! Igazából át lehet rákapcsolni egyébként tévét, tehát Na ne. miért ne, persze, tehát hogy ha elég közel van a tévé, akkor Bluetooth-on keresztül ők ugye tudnak csatlakozni. Természetesen kompatibilis az összes létező mobil operációs rendszerrel, szóval Android és iOS-szel is lehet csatlakozni rá. Úgyhogy ez állítólag egy remek női ajándék. Igen. De amúgy természetesen ennek a videónak van egy olyan egy olyan kérés is felétek, hogy mi nyilván, és szerintem ez lejött, valószínűleg félig meddig pellengére fogjuk állítani ezeket a tárgyakat, amiket összeszedtünk, mert többnyire olyan olyasmikre kaptuk fel a fejünket, hogy nem már miért pont női ajándék, és akkor miért pont ez. Uh -huh. De valahol egyébként meg, meg lévén női ajándéknak van kitalálva az internet és zömmel az Amazon által, ezért bátorkodjuk bemutatni, hogyha valaki lecsúszott volna, akkor talán még nem később beszerezni. Egy ilyen 16 dollárért plusz. 12-60 ér mm. hozzá hozzák, ezt el. Az, ez szerintem, szerintem egy apró is. pénz. Szerintem ez egy apró pénz, és, és, azt gondolom, hogy ez a rózsaszín verzió, ami látsz, látszódik, biztos, hogy más neve van. De jó, rózsaszínnek írják. E, ez, ez, szerintem mindent visz rózsaszín kék gombokkal. Hát én nem tudom. Szerintem, <síns> <síns> szerintem valaki, bárki drágája, drágája örülne ennek az egésznek. Jó, rendben. Köszönjük szépen a nők véleményét előre is, hogy Jó, akkor bedobok mit szóltok hozzá. Na nézzük. Ezt nem szerettem, ezt nem szerettem, de ennek van egy másik uh, verziója, már mutatom is. Ez. Ja igen, a, ez. a Deluxe újas takaró pároknak. Különböző színekben. Oké, okay, ez egy, egy rohadt nagy ruhadarab, amiben elvileg ketten beleférünk. Ez, ez, ez így jól fogalmazta, de én elsőként egy dolognak hívnám fel a figyelmet a csávónak az art kifejezésére. Nem látod? Nem <laughs> látod? <laughs> Láthatóan jól érzi magát a, modell, A modell a model fiú, férfi, akinek fizettek azért, hogy ezt a terméket eladja, még ezt azt se érzi magát jól ebben Igen. a páros takaróba, ami ez ilyen közös kényszer hívnék. Aha. Nos. Te, már... Te, má te <gül> nagyon... <gül> Igen, az. Islám az. az. És az. Veled szép piros. Csak hátrányát látom ennek a, ennek a tárgynak egyébként pillanatban. Kimennél egy sörél? Köszönöm. Vagy a másik, drágám, kimennék a mosdóba. Vagy pedig ő mondja, hogy drágám, kimennék a mosdóba. Jössz velem, vagy akkor próbáljuk meg külön elintézni. Hogyha elalszik a párod, ugye a nők hajlamosak tévére állalódni. Ja, a csajok azt a tévére. Ja, a férfiak is. attól függ, hogy ki nyerte az esti mit meccset. Tehát, hogyha VB van, a nő az A VB meccs női nyugalomig. Igen. Ha VB van, akkor a nő alszik el hamarabb, hogyha a hughes játék, akkor meg a férfi. És akkor, de, de tehát, hogy nincs köztes megoldás, valaki elalszik, és akkor utána az illetőt ki kell tövködnöd ebből a rohadt nagy újas takaró pároknak. Hát vagy kimenekülsz belőle, ilyen, tudod, ilyen lopakodó módban, hogy te kész, kész belőle a drágadat, betakarod, el, eltöntöd oldalra, rá teszel egy párnát a fejre, hogy ne hajjad, a horkol, és akkor bemész a hálószobába, és ott alszol egyet. Még bedobom a következő marketing fotót, amit amivel arra, seg, az, arra csinálták, hogy eladják ezt a, ezt a fantasztikus közös, közös, takarót. Közös takarót lónak piros a színe, van is ez a mondás, hogy azért nézzük meg a nő, a nő képe, az egy kulturált olvasó, elmélyült ember képét adja, a férfinak adtak a kezébe egy ilyen Playstation Control, mi ez? Kontroll... meg egy És van. egy távirányított a herezacskójába beletoltak. Jó, hogy fejlődő. azért tudjuk már, hogy itt ki az, akinek egy kicsit több van fönt a toronyba. Na, és... pontosan hogy tudják, hogy ki fogja megvenni ezt, az, ezt, az, ezt, a, ezt a terméket. <laughs> Nem, de ugye a kenguru zsebnek akartam, de ez egyébként -egy, nagyon... a ja, kenguru egy herezacskónak hívhatott még jobb. Uh, nagyon menő, tehát véletlenül is egy gyártsunk sztereotípiákat, ez nem, rohadt fontos. Nem. De ha véletlen sztereotípiákat gyártsunk, gyártunk, akkor azt mindenképpen a férfiak kárára tegyük, mert, mert nekik nem illik rajta felháborodni, a nőknek meg szívük joga. Egy romantikus regényt el tudnak közben, uh, filmezés közben még olvasni. Mi ebben a probléma? Vagy úgy is lehet mondani, hogy hogy ők hagyják a kedvesüket, hogy játszanak, de ja, ők együtt szeretnének gyutizik? velük lenni, és közben nem akarnak zavarni, tehát olvasnak egy romantikus regényt. Uh -huh, értem. Amiben néha Steven is belepillanthat Igazából nézd, drága, milyen kedves szavakkal. Várj, 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 hogy ez a rohadék elbújtam a Sosem figyelsz rám. Nem tudom, mit vegyek nekünk, hogy egyre közelebb tudjunk kerülni. ennek közelebb nem tudunk. Azért vettem meg ezt a plédet is. Közös plédnek, deluxe újjas pároknak. Én még betolnám alá a macskát egyébként. Piros. Mert nem talál ki pánikba akkor mindenkinek kárt okoz. Ki az, aki most többet vásárol? Piros, elfogyott. Ja. Sötét barna elérhető. Elérhető a sötét 14.390 forintért. Én azt gondolom, hogy a lányok már megvették a pirosokat. Ez valószínű. Szerintem aki férfi és nézi a, a műsort és párja van, az számítja arra, hogy néhány napon belül egy ilyen közös, közös újjas takaróba fognak bele, együtt. Hát kellemes időtöltést kívánok. Szenteste után utána ebben lehet tölteni a karácsony. Na, öcsém, ott az alpaka. Hát ez így bejött véletlenül. Melegítő, egy... hukpaka, lámapárna. Az nem tudom. Hukpaca, hukpaka. Ez egy láma? Miért? Miért szeretik a lányok a plusz állatokat? Nem tudom, de... Miért kell a, de a lányoknak a plusz az Cuki! Cuki. Cuki Miért az kell felnőtt nőknek plusz, plusz állatokkal aludni? Mert szeretnének egy kicsit gyermeklelkűek maradni. Szeretnének, hogy gyermeki énjük kell lenni együtt legalább az ágyban. Mert te nem vagy elég gyerekes. Amikor mint a párjuk melléjük fekszel. Meg nem vagyok annyira bolyhos és Nem jó vagy annyira bolhos, és nem melegítesz annyira, igen. És néha horkolsz is be ezek a húgpakaláma, hogy nem? Nem. A melegítő hukpakaláma, párna, nem horkol. És hogy melegít egy én ilyen melegít. L alakú elalakú húgpakaláma? Láma. Hát Lárma. remélem úgy, hogy el kell törni a nyakát, tudod? Megtöröd a nyakát, és akkor elindul be, Hova teszed ezt az elalakot, hogy melegítsen? Figyelj, ez a fantáziádra van bízva. Igen? Tehát ahova az, Arról én te nem tehetek, be... tő, hogy te ezt nem tudod. Aha. Hogy legyen? próbálom több irányból is megnézni. Szeretnél egy másik képet nem, látni az róla. Nem, ez oké. Okay. Nézd meg, milyen kedvesen mosolyog. Na ez ilyen macskarcú. Olyan, mintha olyan, elrontották volna a, a plüsgyárban, ott Kínában. Hogy hé, izé, huán, mi lesz ebből? Hát, cica, ha el nem. Szom. És akkor lett belőle láma. Aha. Köré De azért, hogy nem lenne oda, vagy bodlát. láma, és azt meg kellene mondanod, hogy mi ez. <kül> hm? Akkor hogy? mit mondanál? Tehát nem lenne oda, vagy láma. Akkor azt mondanám, hogy egy paca. Nem tudom, alpakának néztem először, már az ilyen hosszabb nyakú, nem? Uh -huh. Most így hirtelen nincs előttem. Most, a, most az ember vesz, hogy? Vesz a felnőtt kedvesének egy ilyet karácsonyra. Aha, de melegít. itt. Az... Aranyos, kedves arca van. Mi a baj? Én nem tudom, hogy bajja Épp azt akartam megkérdezni, hogy ennek örülnének, vagy nem? És a deluxe közös takaróba a deluxe... Ilyet bele... Ja, hogy egy ilyen elalakult alul... alul... alul. Még oda be alá, így van. <laughs> bele a deluxe takaró közösbe. Oh. <laughs> hát, Mehet be alá a húkpacaláma Igen? Persze Hukpaca <laughs> hogy Húkpaca. lett ez a neve? Nyilván ugye az ölelésből, hogy hák, csak nem de Azt értem, de mi a paca? Azt én se. <laughs> azt nem megom Nem, valószínűleg ez a megnevezés, egyébként egy hákpaka Hákpaka, ja, mint a, ó, Mert, mert hogy ez nem láma, hanem alpaka Alpaka, ez egy meg csak hák -paka. A hákpaka paka. Igen tehát a, 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 magyar webáruháznak a, a feltöltőjét csokoltatjuk, mert hogy ugye így van a képzavar. Ez itt egy alpaka, ami lett hakpaka. Hakpaka. És akkor már értelmes. 11.890. De ennyiért melegít. Ennyiért melegít, viszont az a, az a csodálatos, hogy 15.000 forint felett ingyenes a kiszállítás. Tehát... jó. Vegyél hozzá még egy deluxe páros takaró <laughs> pároknak. <gül> Az még kell. A következőt egyébként imádom, még annyi egyébként a, a, az alpakához, hogy valószínűleg azért kedvelik, mert hogy a, 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 tehát a, a, olyan hírben áll, hogy ő kevésbé köpköd, mint a láma. A láma egy oh. ruhadék, a láma egy az alpaka az pedig ilyen aranyos, kedves, mindig mosolygós feje van. Ez a lámának a kultúrája. Hát... Így van kultúrát verziója. Hát végre valamit hallottunk David, David is. <gül> <gül> hát ez nem, Tomi, ezt nem tudom mi. Ezt én köves. választottam, nekem kellene róla beszélni. Hát egy ilyen döntéshozó gömb, ide is van írva, bold Decision, és hát döntéseket hoz helyetted. Be kell dobni itt a kis labdát itt elő, és különböző válaszokat nyerhetsz azzal, hogy a golyó hova, hova, hova érkezik. Egyes szám, megkérdezem anyut, kettes kirúgok valakit, hármas veszek valamit, nem tudom hányas eladok valamit, ja hármas eladok valamit. Négyes, ez, akármi. Ez inkább az értelmetlen ajándékok. Hmm. Értelmetlen tárgyak. Szerintem ez egy cialzás. Mire? Vagy valószínűleg... Ja, hogy a férfi nem tud dönteni, és megkérdezi az anyját? Nem, ez nő, női ajándékok de, de, műsora. Hát az, oké, ez a műsor az az, de ezt ott... A nők helyében én ezen fönnakadnék. Különben az van ideírva a webcímben, hogy stresszűző irodai kiegészítő. Hmm. Ja, és akkor tehát bemész, a, bemész a, a, az évelei bértárgyalásra. Igen. És akkor az egyik lehetőség az, hogy fire sun van. Igen. Vagy hogy ezt mám. Szerintem a legjobb Semmi az gond, Dani. <mum> Gyere, beszéljük, mennyi vesz? 10 ot 10 százalék. százalék Várj, Fogd meg ezt a piros labdát. <síns> Dobb te, te dobhatod be, nézd, csak van rajta ilyen variáció. Egy a, egy a tízhez az esélye, hogy kirúglak. <síns> De mi történik, hogyha a szelbe vagy a bájba esik? Akkor venned kell valamit a vállalattól, vagy eladni neki valamit. Hallgatom, Dani. Hogyan adnád el nekem ezt a terméket? A termék részletes leírása, ami egy mondat, vagyis mondjuk kettő. Íme egy szórakoztató, de olykor hasznos eszköz a fontos döntések meghozatalához. Ez a Filippi Ball. Figyelem, nem kezeskedünk a jövőt megjósok gömb útmutatásaiért. Kérjük, ne igényeljen kártérítést, kártérítést, elveszett vagyonáért. <laughs> Gondolom, ezt így beteszik, és akkor tényleg azt mondják, hogy nem arról van szó, ezt én a másképp írnám le. Te azt mondtad, hogy egy ilyen munkai helyzetről van szó. Nem, elmennek az uzsorások Tibi bácsihoz januárba. Tibi bácsi, tudjuk, hogy baj van, tudjuk, hogy nem fizetsz már egy hónapja. Itt van a decision ball, dob be a golyódat. <laughs> Na vajon melyik legyen? De ez a, ez a, még jobb, tudod, ugye, a, ugyanez az uzsorás, ennél az uzsorásnál még lehet fogadni arra, hogy Marokkó nyeri a VB-t. <tessz> <tessz> <eraser> <Sarsonacha. friend. tessz> nálam még lehet. Nálam még lehet, 5000 kell beadni. Megyük te a Pista <kgóon, tessz> bácsi. Nem tudom, éjszakás volt, nem, nem tudom, hogy most hogy is vagyok, hogy állunk a VB-ben, ne azzal foglalkozzál. Lehet fogni marokkora, fogadni Marokkóra. Nagyon jó, nálam még menő. <tessz> Van márkám, kéne venni, nem? Tényleg Ja, igen. <laughs> ja, ez olyan. <laughs> és hozok, most, most nem tudom, az előbb is így cutting kattingattam össze-vissza, tehát nem tudom, hogy itt az ablakokon mi fog előjönni, úgyhogy ezzel a bold decision nel gurítunk egyet, és akkor nézzük meg a következő oldalt, és átkattintok rá. Hát igen, ez a te választásod, János. És, 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 és azt Zúlva, kell, hogy mondjam, viszont. hogy te a formára mentél rá. Igen, Te, uh, neked figyelj, kell állalni, felelősséget, érted? férfi műsorvezető az a téma, hogy női ajándék karácsonyra, akkor mit fog beinni female staff? Female tehát beírja a Google-ba female staff, okay. és akkor uh, a Google rögtön tudja, hogy mindjárt karácsony, tehát valószínűleg female staffot akarsz venni egy female-nek, és ezért a fallikus szimbólumokat fog megjeleníteni sorban, ami különböző termékek, így van. És ez itt kérem szépen, hogyha ez minden igaz, akkor ez egy, akkor ez egy zuhanyrózsa lesz. Jó, sejtem. Tehát, hogy, hogy igazából ebbe, tehát ezt nem el tudod kötni az umhajrózs helyére? Nem, ez beteszed az ágy nem. a, a kád szélére, és ott egy pesgőfürdőt kreál neked. Micsoda! Igen, igen, már nyomom is, hogy ja, lássák a kedves ó, nézők. Is. Hát akkor ezt meg kell mutatni. Ez, ez szerintem tízes ajándék a drágádnak. Szeretném, hogyha Van a legal... otthon, nem, akarom, nem fogom megkérdezni a címet. Nincs. Nincs. De figyelj, a legalsó képre el, légy Az, okay. a legalsó képet, az illusztrációt, azt kérlek. Mutatni. Ez mi? Hát szerinted mire akar utalni a termék formája? Azt én értem, és ez föl van tolva a vagy mi? kellett egy illusztráció. Ezért fingolak sokat a fiúk. Igen. Azt mondja, várjatok, gyerekek, kellene valami illusztráció ennek a, a méreteiről a terméknek. Á, hogy mondjak... egy férfi testarányához arányához mérete, hogy, van. A, hogy a férfi test lett meg. És ezt a következőképpen oldották meg, ugye ezzel az arctalan, de teljesen egyértelműen férfi figura elé pontosan derékmagasságba oda tették ezt a fallikus szimbólumot. Pont... Ezt a fallosz alakú Tehát, hogy pesgőfürdő eszközt. Nem eszköztő. ekkora az embered műszere, de örülné neki, ha ekkora lenne, helyette vegyi egy ilyet. Így van. Tehát akkor még pezsekne is, hogy Pezsek ne is, hogyha ekkora lenne neki, ami egyébként 38 cm. 38 cm, ez nem olyan sokám, ez még ez egy kisméretű kínai férfi lesz, <Dabei1> azért ezt tegyük hozzá. És itt Pezseg és bugyog. É, igen. Ez, ez szerintem, ez öröm. Ezt ugye kizárólag így lehet megoldani, hogy női ajándék legyen, hogy arra emlékeztessen. Erre van kereskedelmi stratégia, te magad mondtad. Aha, igen, van. A falikus szimbólumokkal operálnak a, a marketingesek és a készítők, hogy, hogy a női figyelmet magukra irányítsák, de itt a férfi figyelemről van szó, hogy a termékeikre irányítsák, hiszen a férfinak kell megvennie a, a kedvesének. Ezt is nézd meg. Milyen boldogon néz néz a nő. Tehát a nő, ahogy pezseg, körülötte minden, igen, minden férfi rázumol, hát ha valami Egy részlet, részlet kibukkan, nem bukkan ki. ki. És a nő néz, 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 és egyszer csak a szélén találja szürke, szürke eminenciásként barátját, aki föltolta magának ezt a Conair Dual Jet ba, Spa Va. Ba. Igen. Ba. Így kérálsz. tehát hogy ez... És azért ez az elég sokat mond, hogy 69. 69, még rá, 69, 69 dollár. dollárba került, tehát ez egy család mindkét tagja használhatja igazából ez a, ez a jelzése. <gül> <gül> Sőt, akár egyszerre. <laughs> egyszerre is használhatják, így van. Csak az a lényeg, hogy ez ugye férfinek a gyomrába föl legyen <gül> szerkesztő. Őszintén <laughs> <laughs> szóval, hogyha tehát a, képzeljük el a, az első meetinget a termékről. Kellene készítenünk, és mondjuk van, van egy csomó ilyen kiszuperált szerkezetünk, tudod, ilyen kis elektromos motorok. Van egy csomó mi anyagunk. <laughs> Somom, de tegyük fel, hogy mondjuk már megvan az eszköz. Okay. Tehát mit tudom én, buvár szivattyunk nem tudjuk eladni, mert szart. Nem okay. jó, nem fog működni, túl gyenge hozzá. Meg igazából nem is szív, a fúj. Oké, okay, mibe tegyük ezt a kis motort? Mondjuk, telefonáljunk Kínába, rajzoljunk Igen. meg egy, Igen. A, egy, egy szalakú terméket, és akkor, és akkor ebbe valahogy applikálják bele nekünk ezt az elektromos motort, mert hogyha szalakú a termék, akkor sok nő fogja megvenni, minek legyen meg Pesgőfürdő, az legyen. Dual Jet. Csak rá Dual Jet rá, ráadásul. Kettő egyszerre tolja. De akkor gondolom volt a Single Jet, az volt a tavalyi karácsonyi ajándék, és akkor rájöttek, hogy hát most már, most már legyen, és utána a következő Elményüket lesz a napelemes Jet, gondolom. De kiröhögtél engem, mikor a lebegő tollat mutogattam az előbb, nem? Hát az, ez az, a, le, az a lebegő tollnak sokkal nagyobb értelmét látom, mint a Dual Jetnek. Az de az mondjuk a Dual az Jet az is, egy is egy jó, az, termék. Az, ez is és az, az lehet, hogy mondjuk én ezt a fogom magammal és a magamm partjára elviszem, és ott... Elűzöd a halakat, igen. Ott, ott azt is, meg hogy a tóval. Tehát csinálok egy dual jetet magamnak ott körülöttem. Hát, hogyha elsüllyedt a csónak, ott beleülsz, ezt az oldalára, akkor tulajdonképpen csináltál. Ki... Kádból pecázol. Outdoor dual jet. Igen. <laughs> Ja, János, most már döntsé, mert annyi terméket ide hoztam neked, és meg egyik sem mondtad azt, hogy akkor megrendeled, vagy okay. csinálsz vele valamit. Egyelőre nem győzött meg egyik sem. De most a... Nincs 69 dollárod, mi? Férfi, férfi, Ja, erre nincs. <laughs> a férfi nézőknek mondom, hogy Tehát nem szólhatok egy szót sem igazából, mert ugye egy rakat jó ötlet volt még eddig, és még hol van a vége? Igen. Öm... Következő meglepetés következik. Na? Ez volt. Ez, Ez már, voltam. Ez már nem kell. Oh, na kér, Erre indítottunk volna, hogy a leírás nélkül a képet így ki kitoljuk, és hm. ö, megkérdeztük volna, hogy mondják meg, legyen szívesek, hm. hogy, hogy mik ezek. Hát, figyelj már, János, el... ez. Ez is egy örök probléma. Tehát, amikor ott ülsz ebben a kényszerzubony lepedőbe, a és, és a drágád, a kedvesed, igen, a kád, kedvesed elolvasta, a rom... elolvasta a Elolvasta a könyvet, és a láma is kihűlt már. Akkor azért megvan az, amikor a hideglábát átdugja a kedvesed, és mert azt mondja, hogy még a kezemet meg sem haszíroztad. Te közben lövöd az ellenséget, ugye mind a két kezedre szükség van. A kontroll erre már kinyírtam mindent. Igen, én de a átdugja, hogy egy kicsi... Tudom, hogy játszod, de az egyik kezeddel egy kicsit itt. Hm. Egy kicsit <laughs> Majd én célzok helyette a dolgot. addig, <laughs> addig olyan, úgy begörcsölt a könyvtartásban a kezem. <gül> <gül> és erre mit csinál János? Nem, tudom, hogy tudom, én inkább így tartom a könyvet. <gül> <gül> <laughs> Te addig így dölzsölgesd át a kezedet. Nem azt csinálod. Nem. Ott adokom ezt az eszközt. Vásárolsz egy hand massager? Hand massager. Massager. Cordless hand massager. Cordless, ez fontos. Figyelj. Figyelj. Hőt is gerjeszt. és van benne nyomás is, amit az artritisre fejt ki. Az. És a... Oh, gyorsan van. akartam mondani, inhüvely, nem... Ö, Arteria? Mi ez az üreg, ez az alagút? Na. Hát most így a Duadjet után nem tudom, alagút. Mi Milyen alagút? Meg fogom mondani. Jó, fogom A lényeg az, az hogy ugye a kertészkedésben megfáradt. A kertészkedésben megfáradt kezeket Ö, e tudja, mert ugye ez, ez modern nő az van. mit csinál, a kis konyha kertjében. Van termelt cserébe. Hogy? Bazsalikomot termel cserében. Úgy van. Nagyon jó. Hát ezt még nem hívnám kell Úgy ]nek. van. Itt vidéken egy kicsit másképp vagyunk ezzel. De hát bedugja a kis kezét ebbe az légkompressziós szerkezetbe, uh -huh. és ez a kompresszió fölülről, alulról megmaszírozza a kis kedves kezét, és utána... Olyan jól fogja magát érezni, és közben te meg tudsz játszani, még mindig tudod az ellenséget írtani. Uh -huh. És van rajta, képzeld el, képzeld el, hogy három extra gomb van rajta. Az egyik extra gomb az a ki- és bekapcsolásra. Van rajta a power button, Éltem. amivel ki is be lehet kapcsolni ezt az egészet. Sőt, sőt az intenzitást is lehet változtatni, Aha. sőt, lehet a hő-hő-hő-hő-hő-leadást hő, is, hő. Hő, hő, hő is változtatni. Mit akarsz még el, hogy hogyan, hogyan adjam el neked ezt az egészet? Nem, amúgy közben összeraktam, ez a alagú szindróma, amitől megkímél, hogy a kéztőalagú... Ez micsoda? Az be tud gyulladni, se és rohadtul majd. fáj. De ez, Na, ez, ez ett, alagot, ett, a ett, csomó, egy csomó olyan részünk van, ami be tud gyulladni és fáj. Mm, egy csomó olyan van, be tud, be tud gyulladni és fáj. Ez, Aha. A, ez a, a hüvelykúj mellett helyezkedik el a tenyérben valahol. Tényleg? És ez mitől alagot. gyullad be? Megerőltetéstől. Megemelted magad. Aha. <laughs> Nem lábból emeltél, hanem akarból, és akkor még az is rásegít egy kicsit. Itt van egy nagyon... Amúgyha lát... rohadt sokat, amikor videóvágás van. Ja. Azt nagyon tudom. sokat nyomkodott az egeret, meg húzigálod, meg, meg ráncigálod, sokat. mindent csinálsz vele és attól is lehet késztőalagú szindromát kapni. Tehát igazából Tehát, az hogy az a kezem, akkor biztos Túl sokat hozzá, és te fogod megmoszírozni. <laughs> nem, rendelek neked 79-99-ért, egy mi az Isten a neve? Hát, most már nálam lement már az ára már 78-98. A lista ára, ami 99,99 volt. Mert hogy itt van a kép, amit látnak a kedves nézők, hogy van a miénk, és van a másikak. A miénk az csendes, a másik az hangos. A miénk az hordozható, a másik az túl nagy. A, a miénknek van négy masszírozó feje, a másiknak nincs masszírozós feje. A miénknek mindkét kézre van, a másiknak csak egy kézre van. <laughs> igen, és akkor abból ugye kettőt kell venni. De ugye? érdekes, Aha. hogy a másikhoz, ugye, ahhoz is az ő termékét teszi oda, mint fotó. Ö, igen. Ezt, de kicsit, kicsit elrontották ezt a, ezt a fly szerintem Ah, oh, super long battery life hát tehát Már nem vélezze? akarok kettőt venni, érted? Megőrültem volna, érte, hogy kettőt vessek Most már nem akarok kettőt venni és, és Úgy érzem, e... hogy ugyanez a cég, a szinkom átvert engem Igen? Igen, azt akarja, kettőt akar eladni, nekem holott elég egy Mikor, Mint tudjuk, hogy pontosan elég egy, mert a másik kézben Vagy könyvet tartunk, vagy kontrollert Négy-öt órán keresztül van A deluxe páros takaró igen Négy-öt négy, négy, órán keresztül Működik a, a, az akkumulátorja és csak két órán keresztül kell tölteni. <laughs> Nagyon jó. Ez remek arány. Hát ez kívádlan. Akkor lehet, hogy a portából az, hogy hordozható, azt a kukába kéne dobni ezt, a, ezt a, az előnyét. Hát előbb utóbb ugye vezetékesé válik, igen. Ah. Holcs, elindítottam a reklámját. Ja, nem indítjuk el. Jó pofa aranyos amúgy. Nem, nem tudom igazából, hogy, hogy kell-e bántani amúgy ezt az eszközt? É, nem tudom, nézd meg, a zongoristának Látod fájdalom meg a a alagútját? Már nyomkodta, ezt A sok vak is. vakarástól, aztán a sok laptopozástól mm -hmm. és telefonálástól. A telefon nagyon a rossz. A telefon, a hasonfej... Ja nem, most, most bekapcsolja. Így van, és aztán ott kell tartani. Most amúgy... kiveszi és keresztbe teszi egy gyönyörű Tudod mi bajom ezzel az eszközzel? Hello. Olyan érzésem van, mint tudod, azok a, azok a jós automaták amiben bedobod a pénzt, ja, és akkor be és kell ki, dugnod a kezed. És kijön egy ilyen... van, mikor bekapja, és nem engedi el. Tényleg. Persze, van olyan. És és ez egy rohadt ijesztő dolog, mert egy ilyen, ilyen benyomásom lenne, hogy én ebbe most így bedugom, és akkor mi van, ha ez egy guillotine érted, és most csuklóból elviszi a kezem. Vagy, 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 vagy ha üzemzavart kap, vagy vagy rászorul az egyik ilyen izé masszírozó fej, bizgentyű a a, a utamra, és pont ellentétes hatást vált ki. Aha. Mint kellene. Hát igazából a bizalma nincs meg a termékben. Ez is egy baromira értelmetlen ajándék szerintem, vagy egy termék. <laughs> Először és másodszor meg elnézést kérek a hölgyektől. Mert tényleg ide, ide az van éve, hogy ajándék nőknek. Tehát így le is van ez így hogy a hogy csak a nőknek vegyünk ilyet. És lesz még rosszabb? Lesz még rosszabb, ettől? Lesz még rosszabb, amit kifejezetten női ajándéknak tartanak. Amúgy van még egy pulcsi, azt megvan, azt küldtem. Küldted. Na, ez ez pulóver pulover ez, Ezt akarod? Ez már ez, ez, majdnem ez... deluxe páros takaró, csak pulóver. Deluxe páros pulóver. De csak egy nő van páros. benne az illusztráció. Ez nem páros. Hát de nagyon akarsz, elférsz benne. Hát, hát azt is elférte. A, a, jól mondtad, egy, egy kulcs kifejezés használtál, hát ha nagyon akarsz, elférsz benne. Ez, amit látnak a nézők, Igen. ez a párkapcsolat előtti nagy takaró és kabát, amiben te bele szeretnék kerülni. <laughs> Igen, mert Ebben benne van a nő, igen? Ebbe vele szeretnél nagyon kerülni. Igen. És amikor nagy nehezen beimádkozod magad ebbe, igen. akkor jön néhány év piros Aha, dupla éve. blanket. Aha, nagyon jó. Ahol már igazából csak játszani szeretnél, csak a nem. De amint megmozdul, abban a pillanatban már félremegy a célzás, igen. Igen. Már, akkor már nem Főként a célzás. Az félremegy. Nem, hát ott félrementek dolgok, itt még rendben vannak a dolgok, amikor a túlméretű, a nagyméretű puló. Hát itt a képen szív. Ja, ez párnak is lehet. Pár külön, de ilyenkor itt még a fiú még azt szeretné, hogy rajta ne legyen, hanem ő ott hát hátul. Igen, Titanikba nem ezt öle, ölelje a kedvesét. Így van. így van, ezt ő nem így akarta. Ezt nem szeretné, így csak a kedvese még még nem? mosolyog kis kávéval reggel, még a, még a könyvtárszobában alszom, még még, 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 nem aludhatsz vele, csak rand, randizgatunk a kanapén. Most, hogy itt aludhatsz, már, már nem volt taxi. Most, itt, 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 már lekerültek a ruhák ez alól a kis blanket alól. Ja, egy újabb illusztráció. Egy bele, illusztráció, bele, bele, a láb, mesztelen a kéz, hát itt már igen. Ez egy kihívó pillanat, amikor, 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 begubózik a, a, hölgy a hatalmas pulóverébe, és akkor úgy az ágyon összegubózva a nagy pulóverében rámosoljuk. Beszélgetnek. Így van. Beszélgetnek. Egész hétvégét átbeszélgették Így romantikusan, van. úgyhogy nem történt semmi. Igen. Csak a férfi akar bekerülni a blanket a pulóbeg, alá. Nem, a... Került a blanket nem került be a blanket alá. Nem került a De akár... már megbeszélték, hogy mi lesz, amikor már lesz az igazi blanket. És, és a következő ez, a, ez, amikor a férfi az előzőképpen azt látta, hogy azt képzeli, hogy mesztelen láb, mesztelen kész, hogy alatta semmi. De közben... És közben... Ott a naci! <laughs> Elbújt hiszen, a Hiszen hideg van. Aha, igen. Jaj Istenem, nem jár. tudom, egyébként akár aranyos is lehetne hidegtéli éjszakákon, amikor majd nem jön az orosz gáz, akár jól jöhet, de addig különösképpen az indokoltság. nem tudom. Hölgyek sokkal fázósabbak. Igen. Az, hogyha az urak kapnak egy ilyet, akkor az első dolguk lesz, amikor már nagyon kimelegettek a Call of Duty-ban, már nem bírják tovább Igen. a blanket alatt, akkor ezt, akkor ezt is le akarják majd dobni magukról, ugyanúgy, mint a Deluxe páros takarót. Hát igen. Nem fog menni. Nem, ezt úgy akarják, hogy így fogja, és hogy magára akarja, és akkor kedvesen mondja el neki majd, hogy ebbe bele kell bújni, drágám, mert van, van kapucnia, meg van minden. Jó, de inkább bújjunk bele együtt, így, így a kisebben. Nem <há> Jaj, már Józsi megint mire gondolsz? Na, és akkor most jön a legfelháborítóbb a végére. <há> és, és, különben ez a kezdet, tehát így kezdődött, hogy elkezdtünk írogatni egymásnak, hogy milyen jó az a blanket, és hogy a közeledben lehetnék. Először írogatott mindenki mindenkinek, és ezt miért szúrtad ki ezt a, ezt a billentyűzetet? Nos, van állítólag kifejezetten női billentyűzet, a Logitech gyártja, én egyébként a nőjogi szervezetek helyében föl is nyomnám őket értek kapásból, hogyha a, a, rákerestek erre a termékre, mindösszesen 125 dollár 99 kínál kínálja Amazon Gustus talán magas áron. A jobb, szél, a jobb szélére, hogyha me, ránéztek ennek a billentyűzetnek, hát ha, nagy, hát ha ki lehet nagyítani, mert majd Dani tud segíteni nektek, akkor ott vannak a kis emojik, a szívecskés szemű, a sírós szemű, a nevetős szemű, a még jobban nevetős szemű, és a barátokkal vagyok uh, emoji. Az, amit egy gomnyomásra el lehet küldeni a csedben, és az egész gyönyörű, szép, aranyos, kedves, színes, olyan barátságos és szívmelengető. És még jár hozzám egy, 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 egy ö, ö, tampon kapszulára hasonlító egér is. Igen. Úgyhogy ez ilyen, és egyébként a gombokat lehet cserélgetni. Az meg Ami, van, amikor... Ő... Amúgy lehet, hogy ezt csinálom. Tehát, hogyha ha az első randi után, vagy Külön a, van, bocsánat, igen. harmadik randi után ö, fönt vagyunk a nőnél, és meglátnám, hogy ilyen billentyűzete van, és ki lehet a gombokat, ja. akkor így összekeverném a francba. <gül> <gül> Ezzel írogat, <írugodtál>, tehát tényleg? So... <laughs> és most már, én, tehát hogyha ilyet veszel a barátnődnek, akkor megszűnik az, amikor tudod, fölteszel egy mi a baj, drágám? Semmi. Mégis mi a baj lát, mikor utoljára találkoztunk, nagyon szomorúnak láttalak. Semmi. Jó, akkor Mit vegyek vacsorára? És a nő ettől megörül, hogy, hogy a témát kicserélted, vagy hogy ő azt mondta, hogy semmi. Aztán közben ő azt szerette hogy még 80 szót megkérdezte, hogy mi a baj, mi a és baj. És ő lepatinthasson, és aztán jó fő. És utána magát. megvan az a, az a messenger ikon, amikor ír valaki, és így mozog a hullám, de az, az a három pötty. Tudod, Aha, hogy igen, látod? Igen, igen. És akkor 15 percen keresztül ja, igen, tudod, és hogy jönni fog a válasz, hogy mégse semmi a baj. Még se semmi És a engem, baj, még, ír, ír, még mindig vagy? írja, még mindig írja. Viszont, ha veszelnek egy ilyen billentyűzetet, akkor innentől már gomnyomásra tudja küldeni <laughs> <Igen, gül> a szomorú síros fejeket. Nagyon jó. Amúgy nem felháborít egy kicsit, tehát, hogy már csak ennyi, tehát ennyire meg magát senki, hogy ugye billentyűzettel leüssük azt a három karaktert, ami, amitől, amivel képzünk egy smile -it. Nem, gomnyomás van. Ennyi. Körülbelül ennyi egy egy gombnyomásra kész van. Ö, és mindezt 125 dollár 99-ért állítólag női ajándék. A nők helyében sztrájkolnék. Ez nálam, hogy 89 dollár különben, csak úgy Annyi mondom. Ez nála... Ja nem, az egy másik, bocs, azt mérsz, Jó, az, azt hittem, hogy Mindegy. tényleg ekkora mind. különbség van az árak között. Vagy, hogy az 89 is én... rohadt sok. Nem az egy gamer billentyűzet volt, valamiért azt akarja eladni nekem az Amazon. Na. Hát, mert lehet, hogy De... sokkal többet game, game <laughs> Szóval, <laughs> De... ez van, és különböző cserélhető gombokkal, ami valószínűleg így azt is jelenti, hogy akkor mást fog leütni, éppen mire van szükség. Tehát, hogyha egy másik smiley készletre van szükséged, akkor kicserélheted azt az öt darab gombot az oldalán. Úgy És akkor mást teszel oda. Vagy mondjuk, mi a francnak az enter, folyamatában is lehet írni, úgyis csak chat van. Uh, nem kell ide az enter. Ja, nem nem mondjam, kell, itt sem, ami, nem kell, kell ide a shift, úgyse írunk nagy betűt, Nem kell a shift. Annak a helyére beteszünk egy smiley. <tos> 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 kell a francnak a shift <Szor> Oké, okay. ennél csak jobb női ajándékok lehetnek, remélem, a fejekben, meg a tartsóban. Jó, jó tippeket adtunk. Igazából, ha most rendel valaki az Amazonról, úgyse fog megérkezni. Tehát, így. tehát De most, most, ezek most mind a, mind már... máshol is. Igen? Persze. Most már szerintem boltban, tehát azok, akik így az ajándékkal lemaradtak, azoknak boltba kell mennie. <Szor> Igen, is Valószínűleg már Magyarországon sem fognak megérkezni ezek a, ezek a dolgok. Bár a külföldről rendett rendet minden... már most el vannak később. Igen, nézd, kaptál tudi? valami üzenetet, hogy már megjött a dolgot? Nem, azt hiszem, már rendeltem ajándékot is. <laughs> <laughs> ja, már a csomagpontra. Egyet. Nem most. <laughs> De megrendeltem a deluxe páros takarót. Ennyi volt az utolsó piros. Még így, hagyd kanyarodjak el annyival a csomagpontot bedobtad, hogy így Ah, de kár ezeket sem pontok és Tehát most mi van? Most Az... már ennyit csak ebbe. beszélgetni. Tehát a fut, fut, fut igen. Tehát ugye most már kialakultak a futárok bizonyos helyeken, ugye bizonyos, ugyanoda jár mindig az a futár, és előbb-utóbb megismerkedsz vele, megvan a telefonszáma, tudsz vele egyeztetni, sőt, van, van olyan, ugye, és Kalocsán élünk, azért mindenki ismer mindenkit, hogy a futár hazaviszi, megtartja neked, és este elmehetsz hozzá, és különböző ilyen szolgáltatások. És akkor arra panaszkodik a futár, hogy ő úgy kapja meg a fizetését, hogy hány csomagot visz ki. Uh -huh. Viszont most mindenhol. Uh, Várj ezt is ő viszi ki. Tessék? Tehát a csomagpontra is ő vissza. De hát azért nem fog ki, hát egy, az egy pont, Aha. ahova kipakol. Ennyi? Igen. Azt tök mindegy, hogy ő 12-t kézbesített hát De panaszkodott, hogy ezek így az ő munkájukat... Visszaveti. Aha, Igen. A kevesebb címe van. Értem. Kevesebb címe van, és itt tök sajnálom, hogy ezekkel a, ezekkel a boxal így megint... Tehát így... Az a szemét dolog egyébként ebben, hogy, hogy kisebb ajándékoknál, hogyha mondjuk mit tudom én, rendelsz egy, most mit tudom, egy 3000 forintos telefontokot. És akkor arra kidobja neked a webáruház, hogy 1490, ha kihozza a futár, vagy ingyen átveheted a csomagpontba. Hát akkor azért most... van, hogy átcsábítsanak a csomagpontba, de tudod, mi lesz, ha nem lesz futár, akkor a csomagpont is fizetned mm -hmm. kell. Értem, de, az... mondjuk, de mondjuk mit tudom én, hogyha az ember meg rendel 15 kiló kutya elledelt, akkor Igen. azt a futára fogja kihozatni, mert a csomagpontra nem is tudja elvitetni. Persze. Mm. Aminek nyilván nagyon örülnek a futárok, mert rohadt jó lesz a hátuk egy 10-20 év után, hogy ezt a melót csinálják. Hát főleg akik mondjuk Budapesten dolgoznak, és mm. így 80 at lépcsőznek, hogyha lépcsőzni kell. Mert ugye nem, a lift elromlott. Igen. mert tudom. elromlott. <laughs> Vagy spórol a, a lakóközösség, és kikötötték, mert túl sokba kerül az áram. Igen. Mostantól mindenki lépcsőzik. Borika néni, lépcső, nem használjuk a liftet. Holnaptól le van zárva. Ennyi. De ez nem nem életszerű? Szerintem é... É... életszerű. Szerintem egyszerű nem tudom, hogy egy lift mennyit fogyaszt. Szerintem rohadt sokat. Igen. Uh -huh. rohadt sokat kell neki. Attól függ, hogy mennyit használjátok. Tehát ö, ö, el tudok képzelni olyan lakóközösséget, ahol ki van írva, hogy mit tudom én, vagy van limitert, hogy napi tízszer mehet a lift, ja. mert, már, mert, már, le van szabályozva, hogy tessék beosztani a liftet. Vagy pénzbe dobos lesz a lift. Így van. Ha nehéz dolgot tetszik hozni, akkor tessék csak használni a liftet, de hogyha csak átszalad a közérbe három kiflér, akkor tessék fölmenni a lépcsőn. Meg én az a földszinten lakom, miért fizessek, miért fizessek a negyediken lakók liftezésér. Köszönöm. Én ott vagyok, a, így van az első, mert, vagy És akkor mit tudom én, harmadik, negyedik emelet így, de akkor onnantól az összes lakó mondhatja, hogy, hogy hát én mindig lépcsőn járok, én nem fizetek a liftért. Jó, jól nem Jó elkanyarodtunk. A nagy magyar realitás látod? A magyar valóság még akkor is beköszön, ha csak ostoba női ajándékokról akartunk beszélni. Akart, persze, mert rá akartak tukmálni ártatlan férfi emberekre ilyen ajándékokat, hogy majd örülni fog a párjuk, de nem fog, nem fog? Nem fog. Nem tudom. Na, nektek otthon van valami ajándék stratégiátok? Így van, megkérdezzük, hogy mit kérsz, drágám. És megegyezünk, igen. Megrendeljük magunknak, és akkor utána a másik átutalja. Ugyanúgy Ja, értem. Ugyanúgy örültek ennek. Nem, is. ez, teljesen, ez így teljesen jó. Mindenki azt kapja, amit szeretne. Aha. Ez így korrekt. A annak a varázsa az már elmúlt egyébként, hogy biztos olyat tudsz venni, aminek a másik örülés, hogy meg tudod ötletni, az a, az a kedves apróság szintjén az egy teljesen működő dolog. De... Nem is kellene több a kedves apróságtól. Hogy? Szerintem nem is kellene több a kedves apróságtól. Amúgy pedig igen. Amúgy ráadásul igen. Köszönöm. És a kedvesen van a hangsúly. Te mondtad ki a lényeget. Ne tessék rendben, 89-90-ért Deluxe Blanket páros takarófűzőt, mert melegítő lámával, mert a kedves apróság az, amit ajándékoztik el a karácsonykor. Az, a az, az együtt egy időt. És most tudom, hogy baromi közhelyes, de akkor is. Nem az. Nem az, csak az, hogy hogy elvettünk a nézőknek az életében 40 percet arról, hogy még rá, rájöjjünk arra, kodális. hogy ez felesleges volt, amiről beszéltünk. Így teszi, zárójában magát a műsor. Igen. Mint ahogy az Indiana Jones és a... Melyik volt? Várjál. Tudod, az, a, amiben Indi felesleges. Ja, Fridláda fosztogató. Igen? Igen, mert... Indi a... Igen. Ha Indiana Jones nincs benne a filmben, akkor is ugyanaz a vékér. Ja, értem. 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 hát most lesz valami új, nem? Hogy? Lesz, Nicsom? az is felesleges. De ha az, az indiferencseg. <laughs> Ez volt a Paint Tag Christmas Special. De majd még beszélgetünk. Igen. Beszélgessünk még idén, vagy most már csak jövőre találkozzunk. Hagyjuk függőben ezt a, ezt a kérdést, jó? Karácsonyi meglepetés leszünk, ha leszünk. Igen. Jövő pénteken, akkor is tessék figyelni a Hokedli Stúdiónak az oldalát a Facebookon amúgy is bekövetni, hogyha ezt még nem tetted, meg légy kedves. Ezen kívül pedig a YouTube csatornáját is a Hokedli Stúdiónak, ahol szintén felelhetők az adások. A régi műsorok pedig meghallgathatók a hogy Kutya podcast az összes létező, elérhető podcast szolgáltatónál, ami csak van. Aki, akinek van ideje, módba került a hokedi és vár, várnám a látogatásokat, mert azt az teszteljük jelenleg, hogy hogyan viselkednek a különböző, különböző, kattintásokra az oldal dolgai. Úgyhogy, ha van időtök, egyet kattintsatok a holkadlistudio.hu-ra, nézzetek körül, 80%-ban kész az oldal, és karácsonyra ezt fogom magamnak ajándékba adni. Építő kritikákat elfogadod, Dani. Eh, ahogy természetesen mi is a videó alatt, és további női ajándékokat, vagy férfi ajándékokat várunk kommentben. Itt volt ön Gábor János úr. És Tóth Dániel úr. Vigyázzatok Szia nagyon meg. magatokra. Jézuska legyen veletek. Sziasztok.